Podcastünk ezen a héten speciális adással jelentkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Minden nap megköszöntik a munkánkat. Így mutatták, hogy jók vagyunk, ügyesek vagyunk, sőt, ott már legendák vagyunk, a magyarok már legendák ebben a Digger Force-i gyárban. És ez fontos önnek, hogy megköszönik a munkát? Fontos, hogy megbecsülik a munkámat, igen. Meg megfizetik. Korrekten megfizetik. Még annó, még 14 éves korában először velem volt kint Angliában, én vittem ki egy ilyen nyelvi továbbképző kurzusra, végeredményben gyerekeknek szerveztem ilyen kurzusokat, és utána hát megszerette az angolt, és ez lett a vége, hogy Cambridge-ben diplomázott, és utána még Bolognában tovább folytatta egy mesterdiplomával, és hát most meg már ott tud tanulni. De akkor valószínűleg jó tanára lehetett, hogyha ennyire az angolt beleoltotta. Hát reménykedem benne, hogy igen. A négy unoka azért valamennyit segít a fájdalom ennyiségében. Így, ahogy mondja. Hát ez benne van az ember életében az elvesztés, csak nem mindegy, hogy ez hát mikor következik be. Most 33 éve megszületett a lányom. Akkor el kellett ismernem, hogy van ott egy gyerekem, aki épp most jön, és ő német állampolgár, ugye az anyja az német állampolgár, én meg maradtam magyar állampolgár. De ott élnek mindannyian? Nem. Nem? Nem. A feleségem nem menne vissza semmi pénzé Németország. Ja, hova került a felesége? Ide jött? Itt van Magyarországon. Nekem itt van. Német létére? Igen. Ő nem menne vissza. Annyira szeret itt élni? Igen. Hogyha a körülmények megvannak, mindegy, hol él az ember. És ön miért nem tartott a feleségével? Nem, a feleségem nem tartott vele. Meddig lesz itt? Most 3 hét, és akkor január közepén visszamegy még, és február közepe az a vége teljesen. És aztán vállal újabbat, majd kis nem. Pihenés után nem engedi? Nem mehet. Nem mehet? Most 10 év pihenés. Igazából 4 éve vagyunk együtt, abból 1 évet laktunk együtt végül is. Most már azért örülnék, hogyha kicsit többet itt lenne, és részt venne a feladatokban. Küldött egy képet a múltkor. Belógott egy Kalasnyikovnak a csőbe, és mondta, hogy mi a fene? Azt mondja, hát a testőröm. Tudnék, nem lehet Irakban testőr nélkül, nem engedik. De van olyan fényképem is, ahol az iraki kulturális miniszterrel szerződést írnak alá. Ő, meg a iraki kulturális vagy művész, nem tudom, szóval egy ilyen kultúrminiszterrel. Akkor dagasztja mellét a büszkeség rendesen. Hogyne, ugye? Hogyne. Veszik ezt? Veszik. Igen.